Tudatosság hatalma. 26. fejezet. A sorsod. A sorsod az, amit elkerülhetetlenül meg kell tapasztalnod. Végtelen számú egyéni sorsokról van szó, amelyek mindegyike, miután megvalósult, egy új sors kezdete. Mivel az élet végtelen, ezért a végső sors koncepciója elképzelhetetlen. Amikor megértjük, hogy a tudatosság az egyetlen valóság, akkor tudjuk, hogy az az egyetlen teremtő. Ez azt jelenti, hogy a tudatosságod a teremtője a sorsodnak. A helyzet az, hogy minden pillanatban te magad teremted a sorsodat, akár tudsz róla, akár nem. Rengeteg jó és csodálatos dolog érkezett anélkül az életedbe, hogy tudtad volna, hogy te teremtetted azokat. Azonban a tapasztalataid okainak megértése és az a tudás, hogy életed mindenféle tartalmának te vagy az egyedüli teremtője, nemcsak, hogy az összes jelenség buzgóbb megfigyelőjévé tesz, de a saját tudatosságod erejének ismeretében nő a nagyra becsülésed, az élet gazdagsága és nagyszerűsége iránt. Attól függetlenül, hogy néha az ellenkezőjét tapasztalod, az a sorsod, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire emelkedj, és a teremtés végtelen csodáiból egyre többet megjeleníts. Valójában az a rendeltetésed, hogy elérd azt a pontot, ahol rájössz, hogy a saját vágyaidon keresztül tudatosan megteremtheted a soron következő újabb és újabb sorsodat. Ezen könyv a tudatosság és az előfeltételezés törvényének működésének részletes bemutatásával a kulcs a legnagyszerűbb sors tudatos eléréséhez. Kezdj el ma új életet élni. Minden tapasztalatot új gondolkodásmóddal és új tudatállapottal közelíts meg. Minden tekintetben a legjobb és a legcsodálatosabb dolgokat feltételezd elő önmagad számára, és maradj meg ebben a szokásban. Hidd, hogy nagy csodák lehetségesek. 26. fejezet vége. 27. fejezet. Hódolat. Mert szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Bölcsesség könyve 11.24 Minden teremtésben, az örökké valóságban Végtelen lényed birodalmában a legcsodálatosabb tény az, amit eme könyv első fejezetében hangsúlyozunk. Te vagy, Isten, te vagy, a vagyok, aki vagyok. Tudatosság vagy. Te vagy a teremtő. Ez az a nagy titok, amit a látók, a proféták és a misztikusok az idő kezdete óta ismertek. Ez az az igazság, amit sosem érthetsz meg intellektuálisan. Ki ez a te, akinek magadat tartod, John Jones vagy Mary Smith, egy képtelenség. A tudatosság az, ami tudja, hogy te John Jones vagy, Mary Smith vagy. Ez a te hatalmasabb, mélyebb éned, végtelen lényed. Nevezd, aminek csak akarod. Ami fontos, hogy ez benned van. Ez te vagy, ez a te világod. Ez az, ami az előfeltételezés megváltoztathatatlan törvényének alapját adja. Erre épül a létezésed. Ez az, ami a könyv minden fejezetének alapjául szolgál. Nem, nem, nem értheted meg intellektuálisan, nem vitathatod, és igazolni sem tudod. Csak érezheted, csak tudatában lehetsz. Amikor tudatában leszel, csodás érzés járja át a lényedet. Onnantól a hódolat örökös érzésében élsz. A tudásnak, hogy a teremtő lényed magva, és nem azért teremtett meg téged, hogy ne szeressen, odaadással és imádattal kell eltölteni a szívedet. Elég egyetlen bölcs pillantást vetned a körülötted lévő világra ahhoz, hogy átjárjon a mély tisztelet és hódolat érzése. Amikor a hódolat érzése erős benned, akkor vagy a legközelebb Istenhez, és amikor a legközelebb vagy Istenhez, az életed akkor a leggazdagabb. A legmélyebb érzéseink pontosan azok, amiket a legkevésbé vagyunk képesek kifejezni. Sőt, imádat közben is azzal magasztaljuk leginkább az Urat, hogy csendben maradunk. 27. fejezet, és ezáltal tal a könyv vége. Köszönöm, hogy ma is itt voltál velem. Hálás vagyok, hogyha egy lájkkal, hozzászólással támogatod a munkámat, és hogyha még eddig nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy további érdekes tartalmakhoz is hozzáférj. További csodás napot kívánok neked. Hello.